Szerelmi bánat emészti Tóth Kiarát, az Ének iskolája című tehetségkutató műsor egykori döntősét. Bánatát szívesen megosztaná műsor béli osztályfőnökével, Szandival, akit 5 éve látott utoljára. Tóth Kiel nevét 5 éve ismerte meg az ország, amikor a TV2-n a Friderikusz Sándor vezette az Ének iskolája című tehetségkutató műsorban a döntőig menetelt. A műsorban Szandi volt az osztályfőnöke, a mentora, picit anyja helyett az anyja is. Kijelő akkor 13 éves volt, azóta fellépett már falunapok kopott szabadtéri színpadán épp úgy, mint fényes báltermekben. A lány ma is ott él, ahol reggelente őzikék köszönnek be az ablakán, rókák sorrannak el az ajtó előtt. Kiarát miközben érettségire készül a Nemzeti Lovas Színház felkérte a Csárdás királynő című darabban Szilvi, a Mágnás Miskából pedig Lálő szerepére. Azonban a lány a sikerei ellenére mégis szomorú. Pár hete lettem felnőtt, amikor a barátom elhagyott. Nekem ez volt az első, nagy szerelem, picit bele is haltam a szakításba, sóhajtotta ki erről. Egyre több szál köt a fővároshoz, amit a barátom nehezen viselt. Úgy érezte, kapcsolatunk nem bírja ki a távolságot, ezért szakított velem. Kijelő megsiratta a szerelmét, de most csak előre néz. A közelgő érettségire és a bemutatójára készül. Van úgy, hogy Budapesten hajnalig tartanak a színházi próbák, és csak havonta jutok haza. Olyankor hosszan ölelem az édesanyámat és a kistestvéreimet. Szandival 5 éve nem találkoztam, pedig most jó lenne, ha ezekben a nehéz napokban tanácsot adna.